George Gershwin amerikai zeneszerző egyik legismertebb műve a Kék Rapszódia, amit eredetileg zongorára és jazz együttesre írt. Később hangszerelték át szimfonikus zenekarra. Április 28-án 17 órától a Nyíregyházi Közönség a Nívó díjas Szabolcsi Koncertfúvó zenekar előadásában hallhatja majd. Emellett műsoron lesznek Gershwin más művei is. Ehhez mi még hozzá fogjuk tenni az egy amerikai Párizsba című nagyszerű kis szimfonikus darabját, amit eredetileg ugye szimfonikus zenekarra komponált, de a fúvósoké lesz a főszerep ezen a zsinagógás koncerteken. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Kék Rapszódiát Pozor István zongora művész fogja előadni, és azt gondolom, hogy ha a végén a közönségnek nagyon tetszett, és nagyon fognak tapsolni, még egy igazi meglepetés, ami szintén Gershwinhez tartozik, egy meglepetés ráadással fogunk búcsúzni. A Gershwin esthez igazodva a zenekar is kék-fehér öltözékben játszik majd. A hangverseny egyik különlegessége, hogy idén rendhagyó módon a nyíregyházi mártírok terén található zsinagógában hallhatóak majd a művek. Ritkán szokott a zsinagógában olyan művészeti adás lenni, amely általában nyitotta a nagy érdemű közönség számára. Másrészt ez egy nagyon jó akusztikájú hely, ahol szerintem a zenét azt majd nagyon ki lehet élvezni, a harmadik pedig gyönyörű a Nyíregyházi zsinagóga belülről. Az azért Szalai Pál festette a belsejét, és tette a mai állapotában, vagy ma is látható állapotában, aki a Tirpákok bejövetele című festményt festett, ami a Jó Sondás Múzeumban is látható. Érdemes bemenni a zsinagógába, annak a kertjében, mert nagyon szép, nagyon gondozott és nagyon ápolt. Vasárnap 17 órától a 10. tavaszi hangversenyre a belépés díjtalan. A szervezők azonban felhívják a figyelmet és arra kérnek minden érdeklődőt, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelő öltözékben érkezzenek a rendezvényre.